Újabb tüntetésen követelték sok ezren a francia nagykövet kiutasítását Pakisztánban. Egy helyi radikális iszlamista párt szervezi a demonstrációkat már hónapok óta, azért, mert a francia elnök a szólásszabadság nevében kiállt a francia szatirikus lap a Charlie Hebdo Mohamed karikatúrái mellett. Egészen pontosan nem lát kivetni valót abban, hogy a lap újból meg akarja jelentetni ezeket. A nemrég betiltott pakisztáni fundamentalista párt vezérét már őrizetbe vették a múlt héten azért, mert uszít a francia nagykövet ellen, és mert állítólag a párt aktivistái el is hurcoltak biztonságiakat a tüntetések oszlatásakor. A megmozdulások olyan feszültséget keltettek országszerte, hogy a francia kormány óvatosságra intette a Pakisztánban élő franciákat, majd azt tanácsolta nekik, hogy utazzanak el, mert többé nincsenek biztonságban. Az eddigi tüntetéseknek legkevesebb három halálos áldozatuk, és körülbelül húsz sérültjük van.